Új utat avattak Hevesvezekényen, a főutat a vasútállomással összekötő utcát újították fel teljes egészében. Az útszakasz a kormány által adott évvégi maradványpénzből készült el, mondta átadó beszédében Szabó Zsolt, a térség parlamenti képviselője. Az államtitkár bízik benne, hogy a jövőben még több utat tudnak felújítani a településen, és nem szabad elfelejteni, hogy nagyszabású projektként elkezdődött a Ludas-Kisköre közötti szakasz felújítása is. A kormány a belügyminisztériumon keresztül olyan forrás biztosít önkormányzatoknak, amivel mellékutakat, belterületi utakat tud felújítani. Gondolkodtunk, hogy melyikkel kezdjünk, elsőnek a Lilium úttal kezdtük, de a következő lesz a főút mellett található járdának a komplett felújítása. Polgármester asszonyán megbeszéltük, hogy már készítik elő a pályázatot erre vonatkozóan, BMS pályázat, benyújtják, és bízunk benne, hogy az idén még erre is tudunk forrás szerezni. Nagyon fontos, hogy az emberek milyen úton közlekednek, hogyan érik el a munkahelyet, az iskolát, az óvodát, a családtagjaikat. Ezért az a célunk, hogy valamennyi út fel legyen újítva. Tóth Éva polgármester örömét fejezte ki, hogy ilyen szépen sikerült a Lilium út kivitelezése, amely tömegközlekedési szempontból kiemelten fontos a vasútállomás miatt, majd megemlítette az elmúlt időszak eredményeit és a jövőbeni terveket. A napokban jelent meg egy pályázat, amiből járdákat szeretnénk építeni. Ez elég gyors lefolyású pályázat, mert egy-két hónapon belül már döntés van, és utána ugyanezzel a céggel, aki az utat is elkészítették az erős úttal, velük már beszéltünk róla, ők átnézik, hogy segítenek majd a járdaépítésben. Illetve van egy régi iskola épületünk, amiben már iskola ugyan nem üzemel, de annak a felújítását is szeretnénk. Arra már nyertes pályázatunk van, ott egy energetikai felújítás lesz elsősorban, és egy művelődési házat szeretnénk majd kialakítani, mert jelenleg a településen nincs művelődési házunk. Nyertes pályázatunk van egy szabadtéri fitnessparkra, amit szintén nagyon várnak a sportpálya mellett, és egy játszótér övezetében szeretnénk ezt felépíteni, ahol a szülők esetleg kiviszik a gyerekeket játszani, ők is használhatják, és természetesen a sportolók, illetve a focistáink is. Az ünnepélyes szalagátvágás után Szabó Zsolt rögtönzött fórumot tartott a megjelentekkel, ahol közölte, hogy nem kell elhinni a rémhíreket, a kormány fontosnak tartja, hogy a kis települések megőrizzék önállóságukat.